Köszöntöm hallgatóinkat a Hírefem salgótarjáni frekvenciáján, én a szerkesztőműsor vezető Angyal Eszter vagyok, mai vendégem pedig Bistei Viktória, a Salgótarjáni Kreatív Kávézók Egyesületének az elnöke, és hát ugye a salgó szerintem nem kell őt bemutatnom, legalábbis azoknak, akik szeretnek alkotni, szeretnek kreatívkodni, Korábban már hallgatóink is találkozhattak Vikivel, akkor ugye a karácsony, karácsonyi díszek, ajándékok kapcsán beszélgettünk. Ezúttal pedig a farsang lesz a témánk. Szia, Viki, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk újra. Szia, ja, Eszterke, én köszönöm a megtisztelő meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Hát, Viki, ugye farsangi időszakban vagyunk már nyakig, egyébként képzett pont tegnap volt nálam Máté György néprajzos, vele beszélgettünk így a farsangi szokásokról, és ugye mondta, hogy főleg farsang farkára maradnak meg ezek a farsangi rendezvényeknek az öme, úgyhogy még időben vagyunk, akik farsangi bárra, farsangi felvonulásra készülnek. Nekik szeretném, hogy adjunk néhány tanácsot, hogy hogyan készíthetnek maguknak kreatív jelmezeket, állarcokat, akár kreatív dekorációt az iskolákba, tantermekbe. Kezdjük a Legelején. Milyen alapanyagokból tudunk farsangi jelmezeket készíteni? Hát a farsangi jelmezek azok ugye nagyon sokszínűek lehetnek. Ugye ha az ovisokra gondolunk, akkor az oviba szerintem ott megvannak ezek a az úgymond örökzöld jelmezek, a mindenféle mesehősök, aktuális mesehősök, királylányok, hercegnők, varázslók és na, a bohócokról ne is beszéljünk. Úgyhogy gondolkozhatunk az ovisokba gondolkozhatunk a általános iskolás jelmezekbe is, ahol már ugye megjelenik a csoportos jelmez, és azért vannak a felnőtteknek, fiataloknak is mindenféle farsangi bálok és mindenféle házi bulik, ahol szintén szerepet kap a beöltözés. Hát én megmondom őszintén, hogy én mindenkit arra sarkallok, hogy készítse maga a jelmezét, az anyukák is készítsék el a kicsi gyerekeknek, akár a gyerekek bevonásával is, mert az is egy remek móka és egy ráhangolódás erre a vidám időszakra. Érdemes szétnézni otthon, hogy mit tudunk felhasználni. Szerintem, amikor kitalálják a gyerekek, hogy minek szeretnének beöltözni, akkor mindenféleképpen egy egy kis időt érdemes azzal eltölteni, hogy átgondoljuk ezeket a jelmezeket, hogy tulajdonképpen mi is az a legjellegzetesebb kiegészítője ezeknek a jelmezeknek, amit érdemes mindenképpen megjeleníteni. Például, hogyha a piroska és a farkasba gondolkozunk, és a kislányunk piroska szeretne lenni, akkor oda elég csak egy sima piros szoknya, piros felső is, hát a jellegzetes kis kosárka, kockás konyha, ha ruhával letakarva, és egy kis kendő is legyen kárny, és már is készen van a jelmez, úgyhogy nem feltétlenül a bonyolult dolgokban érdemes gondolkozni. Először nézzünk szét otthon, hogy mit tudunk felhasználni, aztán a családoknál, nagymamáknál, hogy mi van felhasználható. Én a turkálókat imádom ebből a, a szempontból, és az újra hasznosítást jöhetnek a hercegnős függönyök, és a királylányos tűszoknyák, és hogyha a buhóc jelmezbe gondolkozunk, akkor mindenféle kis vidám hozzávalót szerintem megtalálunk otthon. Törekedjünk arra, hogy minél gyorsabban elkészüljön, minél egyszerűbben el lehessen készíteni, és minél költséghatékonyabb legyen, hogy ne stresszeljünk a jelmez készítésen, hanem örüljünk annak, hogy mennyire kreatívak vagyunk, és milyen szuper jó dolgokat ki tudunk találni a semmiből. És ugye mondod a királylány, királyfi, hercegnő, ha van otthon egy kartonlapunk, meg egy kis színes ceruza, akkor pedig akár nagyon klassz kis koronát, fejdízt is lehet készíteni. Hogyne, le? a legegyszerűbb alapanyagokba érdemes gondolkozni, tényleg a kartonokból szuper jó hercegnős nem is tudom hogy, hogy hívják ezeket a süvegkalapokat, kalapokat uh -huh. amik nagyon mutatósak de például a varázslóknak is fel lehet ezeket használni a karton a kreppapír, a színes papírok minden ami ami csillog az remekül felhasználható a jelmez készítéshez és mondjuk egy állarchoz, mert ugye nagyon sokan szeretik az állarcokat is ilyenkor. Így van, szerintem a farsangi időszakban, hogyha teljes jelmezt nem is készítünk, viszont elmegyünk valami házi buliba, de mi nem szeretnénk beöltözni, akkor ezek a akár teljes állarcok, akár csak ezek a szemmaszkok, azok nagyon mutatósak tudnak lenni. Ezekhez akár készen is tudunk venni díszíthető alapokat, de a szemmaszkok azok Rendkívül könnyedén elkészíthetőek szintén karton alapot, mindenféle csillámporokkal, festékekkel tudunk színezni, jöhetnek a tollak, a flitterek, úgyhogy csípkálj csak a képzeletünk szab határt, hogy a ruhánkhoz milyen kiegészítőket választunk, ami a szemüvegen megjelenik. Egyébként szerinted mik úgy a legjellemzőbb, legnépszerűbb jelmezek manapság? Akár a fiatalok, a gyerekek körében, talán ott így a Disney figurák, én, én azt látom, az ez a, meg Mickey Egér és társai mindenképpen. Hát a gyerekeknél mindenféleképpen szerintem ezek a, legaktuálisabb mesehősök. Én úgy gondolom, hogy a kisfiúknál ezek a szuperhősök, ezek mindenképpen a kislányok pedig hát romantikusabb nál, romantikusabb királylányok is és hercegnők és Elzák, és nem is tudom, hogy kit lehetne még ide sorolni. Viszont szerintem a kisfiúknál a rendőr, a tűzoltó, az én kisfiam például annak idején mentőorvos volt, nagyon fontos volt, hogy nem sima orvos, hanem mentőorvos legyen. Az iskolásoknál szintén saját tapasztalataimból azt tudom mondani, hogy ott a csoportos jelmezek azok nagyon jól szoktak beválni, és szintén ott is a jelmezeknél talán az egyszerűség, a költséghatékony elkészítés, ami nagy szerepet játszik a kiválasztásnál, hogy minek is öltözzenek be a gyerekek, de itt például a szellemek vagy mumusok, amikor csak egy lepedővel vannak letakarva, vagy például a görögistenek, ahol szintén a fehér lepedő az remekül be tud Várni egy pár arany kiegészítővel, úgyhogy nem kell ö, nagy dolgokba gondolkozni, akár egy fehér lepedű is csodákra képes. És talán az még mindenhol van otthon, ha más nem a nagymama szekrénye. <laughs> az biztos. Ott, ott biztos. A fiataloknál pedig, hát amennyire találkoztam már olyan fiatalokkal, akik készültek ilyen házi bulikba, gyakran magának a házi bulinak is megvan a témája, hogy mondjuk a 30-as éveket kell felidézni, és akkor annak megfelelően készülnek ezek a jelmezek, de például a páros jelmezek azok nagyon közkedve, Szoktak lenni, amikor férfi és női szerepek, legendás párok, akár fényvásznon, akár színházi szerepekből is lehet ihletet meríteni, és ezekhez is házilag remek jelmezeket lehet készíteni. Érdemes az interneten több képet is összegyűjteni, hogy mik ezeknek a jelmezeknek a legjellegzetesebb kiegészítői, és legelőször azokat beszerezni, aztán a többi az már jönni fog magától. Hát, vagy aki mondjuk olyan szerencsés, hogy még élnek a nagyszülei, vagy idősebbek a szülei, esetleg az ő gardrobjukban lehet turkálni, ja, és úgyne. ott még, akár rá is lehet akadni egy-két olyan darabra, amit farsang idején lehet használni. És nagyon kis átalakításokkal lélegzetelállító saját készítésű jelmezeket tudunk készíteni. Ugye mondtad a függönyt. Egy-egy függöny, egy-egy leselejtezett függöny, tényleg akár egy mennyasszonyi ruha, vagy hercegnői ruha, hogy ilyesmi célokra is. Remek tűszoknyákat lehet belőle készíteni a függönyökből, és csak kiegészítőkbe is gondolkozhatunk. A függönyből is ugye vannak a régi csipke vannak a mostani modern organza függönyök, ezek már csillogósabb, mintásabb változatban is megtalálhatóak, szuper jó fel lehet ezeket használni, akár aki nem tud varni például, az a tűzőgép is előkaphatja vagy a ragasztó pisztolyt, és nem feltétlenül kell varró tudás ahhoz, hogy szuper jó jelmezeket készítsünk, használjunk tűzőgépet, használjunk ragasztó pisztolyt, kötözgessünk, csomózzunk, például a színes szallagokból is, vagy organzacsíkokból remek tűszoknyákat lehet készíteni, amikor csak egy ilyen vezérszárra fölcsomózzuk a szálakat, és akkor azt a derékon át kötjük is, bármilyen, akár fűszoknyát is lehet így csinálni, például rafiából, ha valaki egy ilyen tahiti <laughs> jelmezt szeretne megjelenni. Havai, havai, vagy nyomai egy... igen. Sőt, képzeld el egyébként, így hogy beszélgetünk, erről jutott eszembe a nol.hu és a Nogred megyei hírlap munkatársa, Gambicki Glory. Ő lett a közelmúltban, és képzeld el, hogy az egyik vizsgamunkája az egy olyan ruha volt, amit Nográd megyei hírlapokból készítette. Képzeld el, újságokból készített a modelljére ruhát. Úgyhogy akár még ez is egy jó gondolat lehet, hogy, hogy ilyenekből is lehet egy, egy és és papírból én is készítettem már sok-sok évvel hasonlót, akkor pedig egy vintage mennyasszonyi ruha volt, amit megjelenítettem, úgyhogy el tudom képzelni, hogy a Glory ruhája is szuper jó volt a nógrát hídlapokból Okay. <laughs> és ugye említetted azt is, hogy vannak fiatal felnőttek, felnőttek, akik házi bulira is készülnek ilyenkor. Szokták ilyenkor dekorálni is a lakást valami? Mindenképpen, mindenképpen. Én javaslom is, hogy mindenki dekoráljon, ne csak az, aki házi bulit tart, hanem azért mégis ilyenkor ebbe a farsangi időszakba hideg is van, szürkeség is van, ködösek a reggelek, meg a napközbeni időszak, hosszúak a téli estig, úgyhogy mindenféleképpen egy kis vidámságot csempészünk nem csak a buli helyszínekre, hanem az otthonokba, irodákba, hogy egy kicsit vidámabban tudjuk várni a tavaszt, és vidámabban tudjuk búcsúztatni a telet, úgyhogy én mindenféleképpen javaslom, és dekorációs anyagok terén mindent szedjünk össze, ami megmaradt a karácsonyi csomagoló papírokból, például azokat remekül fel lehet használni, a kreppapírt azt el ne felejtsük, mert kreppapír nélkül szerintem nincs nincs is farsang, de jöhetnek a szallagok, jöhetnek a mindenféle színes papírok, és a lufik például az is olyan, ami elengedhetetlen, szuper jó lampionokat is készíthetünk, de vásárolni is lehet őket, akkor konfetti, szilveszterről, ha megmaradt valami, az is jól lehet Vagy még a szerpentinek, amik kis vidám kiegészítői lehetnek a dekorációknak. És nagyon-nagyon egyszerűen tudunk készíteni akár nagyon-nagyon színes dekorációkat is, de a fiatalokra visszakanyarodva, ott szerintem, ha csak nincsen valami téma megadva a bulira, akkor nagyon szeretik a fiatalok a fekete, ezüst, arany, díszítést, ami tényleg olyan kicsit elegáns, de mégis csak fiatalos. Modern készíthetünk a kreppapírokból hatalmas pomponokat, amik különböző magasságba a plafóról leengedve nagyon-nagyon jól mutatnak. A lufikat bárhová elhelyezhetjük kétoldalas ragasztóval, nagy kupacokat készíthetünk belőlük, vagy akár egyesével is egy-egy szallagon nagyon mutatósak tudnak azok is lenni különböző magasságban leengedve, akkor sima színes papírokból, vagy csomagoló papírokból készíthetünk ilyen zászlógírlandokat. azok is remekül mutatnak, amikor csak ilyen háromszögeket vágunk ki, egyforma három szögeket, és akkor egy szallagra vagy egy spárgára fölragasztjuk őket, de nagyon mutatósak nekem például, amikor különböző méretű papírkorongokat Vágunk ki, és akkor azt lógatjuk lefelé, ezeket is úgy, hogy több szál van, 10-15 szál egy kupacba is, az nagyon jól tud kinézni, de azért a karácsonyi dekorációkból is menthetünk meg néhány dolgot, például ezeket a boákat remekül föl lehet használni, akkor vannak ezek a az angyal haj, ami gyönyörűen csillog ezüst aranyszínekbe, a nagy bevásárló központokba, ha még szerencsénk van, akkor fillére kiér, föl tudunk ilyeneket kutatni, de ha nem, akkor alufóliát azt a, konyha konyhafiókból ki tudunk venni, és akkor abba is lehet gondolkozni legyen nagyon vidám, legyen nagyon csillogós, a ledégőket se felejtsük el karácsonyról, hogy azokat is remekül fel lehet használni, és én a karácsonyi dekorációkból, például, hogyha valakinek vannak nagyon-nagyon színes karácsonyfa díszei, ilyen pink, lila, türkiszkék, akkor azokat a szép átlátszó üvegvázákba betesszük egy kis égősorral, megint csak fel lehet használni. És a Farsangi díszítéshez is. És fel lehet dobni vele a lakást, vagy a helyszínen, ahol, ahol vagyunk. Egyébként én emlékszem, amikor iskolás voltam, akkor a tanterem feldíszítésére is rendkívül nagy hangsúlyt fektettünk. Sőt, talán még az óvodai terem díszítésére is. Ott, ott mondjuk lehet, hogy a szülőknek és az néniknek nagyobb szerepük volt ebben, mert hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a farsangot még leginkább az iskolák, óvodák tartják életben az ilyen tipikus farsangi bálokat. Sajnos. Sajnos. Mondjuk, hogy sajnos. Mert azért a farsangi időszak az egyrészt nagyon-nagyon hosszú, és olyan klassz néphagyományok vannak ebbe az ünnepkörbe, kicsit elfelejtve, amit érdemes lenne feleleveníteni szerintem. És mondjuk ahhoz képest, hogy a semmi bajom a Valentin nappal, semmi bajom a Halloweennal, de ebből a farsangból is csinálhatnánk ugyanilyen fantasztikus napokat, így karácsony után, és szerintem mindenki örülne is neki, hogyha ez a fars, egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapna így az életünkbe. Hát már csak azért is, mert azért ennek sokkal nagyobb múltja van a farsangnak, mint mondjuk a Valentin napnak, a Halloweennek ezek. Elve Magyarországon én azt gondolom, hogy nem is olyan túl régóta vannak ezek a ünnepeink. Egyébként érdekesség, képzeld el, idén pont február 14-én Valentin napon zárul a farsang, mert hogy ugye most korán lesz húsvét, és ugye ez, ez a húsvéttal van ugye összefüggésben. És ugye indul február 14-től a Böjt már legalábbis annak, aki keresztény is tartja ezt a, ezt a szokást. Úgyhogy a farsangi időszakát arra is ki kellene használni, hogy mulatozni, finomakat enni, hiszen utána pedig jön a bőjt időszaka egészen húsvét vasárnapig. Így van, és egy kicsit méltatlanul el van felejtve ez a farsangi időszak, úgyhogy én felhívom minden kedves hallgatónak a figyelmét arra, hogy szervezzenek kisebb-nagyobb házi bulikat, a fiatalok is, akár szabadtéren is remek partikat lehet csinálni, lehet, hogy hideg van, de kültére is remek dekorációkat lehet készíteni, és aki teheti az ünnepelje a farsangi időszakot is. Hát akkor mondjunk néhány ilyen időjárás álló dekorációs lehetőséget is, ha már így. Nem is tudom, osztott. hogy hogy időjárás állónak kell-e annyira lennie, Eszter, mert végül is, ha egy partira gondolunk, akkor az egy éjszaka. Is, De hogyha kicsit időt szeretnénk, akkor mindenféleképpen ezeket a csillogó fólia, szerű csomagoló anyagokat javaslom, hogy használjuk őket, de például a befőttes üvegekből is szuper jó lámpásokat lehet készíteni, szerintem ezt karácsonykor is mondtam, és a befőttes üveg az, az egy ilyen univerzális, díszíthető alap nekem, én nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy Toli varsangon is, az egy pár szallagot kötünk rá, amit egy kicsit megfújja, hideg téli szél, vagy fuvalat, és akkor azok ott libegnek. Nem is tudom, hogy mit ajánljak. Még mondjuk a sima szallagok, ezek a sejem szallagok, vagy bármilyen szallagok, azok szintén elég időjárás állóak, de például lehet, hogy a lufik azok megfagynak, de a lufik segítségével szuper jó jéggömböket tudunk készíteni. Ezek a jéggömbök egy icipici ételszínezékkel színezhetőek is lehetnek, és egy mécsest, egy sort vagy egy ledmécsest beletéve szuper jó színes jéggömböket tudunk kinti dekorációnak készíteni. És mondjuk egy tanterem, egy óvistenem díszítésére mit javasolsz? hát az ovisoknak legyen nagyon-nagyon színes, a szivárvány minden színe legyen jelen a csoport szobába. Szerintem az oviknál leginkább a menyezet az, amit díszíteni szoktak, hogy ugye a gyerekeket ne nagyon zavarja így a napközbeni foglalkozások alatt. A Plaforra szerintem az egyik legjellegzetesebb díszítés, amikor a lámpa mondjuk Vegyük azt, hogy a lámpa mennyezetnek a közepén van, és akkor onnan indítanak kreppapír csíkokat, így a szivárvány minden színébe. Ezeket a kreppapír csíkokat egy celluxzal is elég rögzíteni a plafonon, mivel nagyon-nagyon könnyűek. Egy picit megtekerjük a kreppapírt, hogy olyan szép kis fodros legyen, és akár a Közepére pedig egy lufi kupacot is tehetünk. Az oviknak az ablakát szokták még szerintem leginkább díszíteni. Ide, hogyha színes papírokból, vagy csak sima rajzlapból készítenek a gyerekek ilyen szemüvegformákat, és akkor színes ceruzával, zsírkrétával ők azt szépen kiszínezgetik, akkor azok is az ablakdísznek nagyon jól tudnak mutatni. Illetve, hogyha csak sima, papírkorongokat vágnak ki, akár a gyerekek, akár az ovulnénik, és az van elszórva az ablakon, minthogyha konfettit jelenítenem, meg szerintem az is nagyon aranyos lehet. Nekem még ezek a zászlógírlandok, amik nagy kedvenceim, mert nagyon egyszerűen elkészíthetőek, és nagyon mutatósak tudnak lenni. Rá kell ragasztgatni. Egy hosszú szallag vagy spárga, és akkor a háromszögnek a felső részére húzol akár pisztolyjal egy csíkot, és akkor rányomod a szallagot, vagy pedig szélesebb ragasztószallaggal összeragasztod a háromszöget a szallaggal is, már is készen van. De nagyon kis vidámok, és ahogy mondtuk, hogy például a munkahelyeket is lehet díszíteni, vagy szeretném, ha például a középiskolások is díszítenék a tantármeiket, akkor a fiatal, hölgyek és lányok, azok nagyon-nagyon szeretik a pasztel színvilágot, ezeket a habcsúk színeket, a menta, a púder rózsaszín, a halvány lila, most az évszíne, a barack szín, ezek rendkívül jól kombinálhatóak együtt, és akkor lehet, hogy először úgy idegenkedik a fiatalság a farsangtól, hogy hú, mennyire színes, meg ez nem nekik való, de vannak olyan színvariációk, amik szerintem kifejezetten kecsegtetik lehetővé teszik azt, hogy még most 2024-ben is a középiskolások is díszítsenek farsangra. <gül> <gül> Emlékszem, mi olyanokat is csináltunk, hogy kreppapírból levágtunk ilyen, hát ilyen nagyjából két kis csíkokat, és akkor több szint így egymáshoz. Tehát ilyen, úgymond ilyen hurokszerűen, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazom, ilyen kis, kis gömszerűen így egymásba ragasztva. Mint hogy a pomponok lennének? Nem, hanem végül is ez egy ilyen hosszú. Ja, igen. igen. adott ki. Kis színes. Nagyon kis színes mutatós. A, és a kreppapírban is ö, gyönyörű szép színek vannak már, amellett, hogy természetesen a szivárvány minden színe, de nagyon szép pasztelszíneket színeket is lehet már belőlük találni. Szuper jó, metálfényű kreppapírok is vannak már, és nem egy drága dolog, viszont nagyon-nagyon kiadósak ha meg maradnák belőle, azt pedig el lehet tenni majd május elsőjére a, My a május Így van. <laughs> a krápapír az, mi? az egy jolly joker a <laughs> És akkor még zárásként annyit szeretnék tőled kérdezni. Ugye azt tartják, hogy a farsang hazája Itália, Olaszország. A velencei karnevál szerintem senkinek nem kell bemutatni, ha más nem. Felvételeken, fényképeken biztos, hogy látta. Aki szerencsés, az, az pedig élőben is láthatta már. Mi a véleményed ezekről a misztikus maszkokról, amikben ugye ott láthatóak a... Szerintem csodálatos. És pazar. Nem csak az állarcok, hanem maga a jelmezek, is. én minden évben igyekszem megnézni, hogy milyen volt a felhozatal, ha személyesen nem is, de azért az interneten utána keresek, hogy melyikek voltak a legkülönlegesebb jelmezek, és zseniális, hogy milyen kompozíciókat készítenek el. Úgyhogy engem nagyon-nagyon ámulatba ejt és azt is el tudom mondani, hogy még rajtam kívül nagyon-nagyon sokakat. A velencei karnevált azt nem csak a farsangi időszakban szeretik nagyon sokan az otthonukba megjeleníteni, akár úgy, hogy állarcokat készítenek otthon dekorációnak, akár úgy, hogy ilyesmi hangulatú fali képeket készítenek, vagy ajtódíszeket amik akár fali díszek is lehetnek, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezeket. Természetesen vannak benne, mondhatjuk úgy is, hogy misztikus jelmezek, de azt is mondhatjuk, hogy félelmetesek. Azokon át kell lapozni, és olyat kell keresni, ha viszem egy gyönyörködtető, de ugye gyönyörű színek vannak benne, hogyha valaki egy kicsit részletesebben megvizsgálja ezeket az állarcokat, vagy jelmezeket, akkor rendkívül sok technika, sokféle alapanyag van ezekbe öt Üdvözve, fantasztikus anyagokból készülnek akár az álarcok, akár a, a jelmezek, csodálatosak. És az alkotóimmal évről évre mi is készítünk ilyen karneváli hangulatú dekorációkat. És igen, készültek már faliképek, készültek már ajtódíszek, akár álarcok is, vagy álarcok felhasználásával faliképek, hmm. vagy ajtódíszek és nagyon-nagyon sokan szeretik. Tehát akkor nem kell ahhoz elutaznunk az olaszországi velencébe, hogy ilyen az otthoni karneválozókéhoz hasonló maszkokat készítsünk, hanem akár itthon mi is tudunk beszerezni olyan alapanyagokat, amikből hasonlókat alkothatunk. Igen, de azért utazzunk el, inspirálódjunk, gyönyörködjünk a, a tájba és a karneváli forgatagba, aztán jöjjünk haza és készítsünk <laughs> mi is én vásároltam. Én voltam olyan szerencsés, hogy én is jártam már személyesen, és én vásároltam, és a mai napig kint van a falamon, mert elképesztő, elképesztő gyönyörűek ezek. De, de igen, lehet, hogy jobb megalkotni, mint megvenni. De akár lehet úgy is, hogy egyet hazahozol, és utána évről évre kibővített saját készítésű állarcokkal az előszobát, vagy a nappalit. Vagy akár ez még egy jó ajándék is lehet, nem? Hát, hogyne, hogyne. És uh, itt is gondolkozhatunk abba, hogy uh, lehetnek ezek uh, egészen méretes alkotások, de lehetnek ezek uh, icipicik is, amivel meglepjük a kolléganőinket. Vagy a barátnőinket, vagy a családnőinket, vagy, vagy bárkit. Hát Viki, nagyon szépen köszönöm neked ezt a sok kreatív ötletet. Tényleg még van egy-két hét hátra a farsangi időszakból, úgyhogy akik még nem farsangoltak, nem választak, azoknak reméljük, hogy sikerült néhány ötletet adnunk, és ikletet merítettek belőlünk. Hát közeleg a húsvét is, úgyhogy... Húsvétkor várlak majd vissza mindenképpen, szerintem ott is lesz, lesz bőven tanácsot, hogy húsvét alkalmából milyen díszeket, milyen ajándékot, milyen húsvéti tojásokat, hímes tojásokat készíthetünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt lehettem. Bízom benne, hogy sikerült ösztönözni a kedves hallgatókat, hogy vágjanak bele a farsangi dekorációkészítésbe és jelmezkészítésbe is éjjék át annak az örömét, hogy saját Maguk készítik el a gyerekeknek, vagy saját maguk részére a farsangi jelmezeket, és nagyon szépen köszönöm előre is a meghívást, hogy húsvét előtt találkozzunk, és igen, igen, a tavaszi időszak is nagyon-nagyon sok lehetőséget rejteget. Köszönöm, Viki. Én köszönöm.